Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves kollégák! Engedjék meg, hogy a Magyar Kardiológusok Társasága elnöksége nevében nagy tisztelettel és szeretettel köszöntsem Önöket ezen az idei Balatonfüredi konferenciánkon. Ezt a konferenciát egy teljesen új helyszínen rendeztük meg, és ezzel véget vetettünk egy 10 éves számüzetésnek, aminek során talán a Magyar Kardiológusok Társasága szellemiségét és elért eredményeit kevésbé reprezentáló helyszínen tartottuk a konferenciáinkat. Visszajöttünk a Balatonpartra, arra a Balatonpartra, ahonnan ezek a konferenciák származnak, hiszen idén kettős jubileumot is ülünk, két 60 éves jubileumot. 60 évvel ezelőtt, 1957-ben alapították meg a Magyar Kardiológusok Társaságát, és szintén 60 évvel ezelőtt, 1957-ben indultak újra Balatonfüreden az orvostudományi konferenciák, amelyek már a két világháború között is folytak, azonban a második világháború alatt, illetve azt követően abba maradtak, tehát ezért mondjuk azt, hogy egy dupla jubileumot ülünk. Ezek az orvos konferenciák hagyományosan a Balaton parton, annak különböző részein, a szívkórházban, illetve különböző szállodákban kerültek megrendezésre, míg aztán egy jó 10 évvel ezelőtt kiszorult ez a konferencia a Balatonpartról. Nagyon fontosnak tartottuk, hogy méltó környezetbe helyezzük vissza, és jelen pillanatban két modern konferencia szálloda, amelyek egymás mellett helyezkednek el, ad otthont a konferenciánknak. Néhány dolgot szeretnék még a konferencia kapcsán kiemelni. Az egyik az, hogy az idei konferenciára minden korábbinál nagyobb számú absztrakt érkezett bejelentésre. A tavalyihoz képest több mint 10%-kal több absztrakt, és ennek megfelelően nagyon színes programot tudtunk összeállítani. A másik, hogy óriási az érdeklődés a konferenciára, hiszen már a konferenciát megelőzően az előzetesen regisztráltaknak a száma az meghaladta az 1900-at, azt is mondhatnám, hogy megközelítette a 2000-et. Folyamatosan történnek még a helyszín regisztrációk is, így egész biztos, hogy jóval 2000 fölötti kollégát fogunk tudni itt Balatonfüreden köszönteni. Az új konferencia helyszín több mindenre ad lehetőséget, így több szekció van, mint a korábbi konferencia helyszínen. Jelen pillanatban 8 párhuzamos szekcióban folynak az előadások, illetve egy szekcióban pedig a poszter bemutatások. Kiváló infrastruktúra, kiváló facilitások állnak itt rendelkezésre. Az első visszajelzések rendkívül pozitívak. Engedtessék meg, hogy egy esemény kapcsán ezt mindenképpen hangsúlyozottan elmondjam, hiszen ma délelőtt volt egy nemzetközi szimpózium az Európai Kardiológusok Társasága és a Magyar Kardiológusok Társasága közös szervezésében, amelyet nem kisebb személyiség elnökölt, mint Jerome Bax professzor úr, az Európai Kardiológusok Társaságának jelenlegi elnöke. Társelnöke volt Merkeli Béla professzor úr, aki az Európai Kardiológusok Társaságának az alelnöke, valamint jó magam, mint a Magyar Kardiológusok Társasága elnöke. Ez egy tiszta angol nyelvű szimpózium volt, ahol Bax professzor úron kívül olyan kiváló személyiségek adtak elő, mint Cecilia Linde professzorasszony Svédországból, aki az Európai Kardiológusok Társasága tanácsosa, és most kapott tiszteletbeli tagságot itt ezen konferencia kapcsán, mint Pieter Widimski professzor úr, aki a Cseh Kardiológusok Társasága korábbi elnöke, ő már több alkalommal meglátogatott bennünket, és ő a stroke ellátásnak a katéterterápiás úttörője. Most is erről tartott előadást, valamint Petar Seferovics professzor úr Szerbiából, aki pedig megválasztott elnöke a szívelégtelenség munkacsoportjának az Európai Kardiológusok Társaságának. Tehát rendkívül neves előadóink voltak Európa legkülönbözőbb részéről, és mind azt kell mondanom, hogy nagyon elismerően, akár azt is mondhatnám, hogy szuperlatívuszokban nyilatkoztak a konferencia új helyszínéről és a szervezésről, és én úgy gondolom, hogy ez egy új lökést adhat a társaság jövőbeni működésének, illetve a nemzetközi esedés folyamatának. Én mindenkit
arra biztatok, hogy még most is minél nagyobb számban jöjjenek el erre a konferenciára, aktívan vegyenek részt rajta, hallgassák az előadásokat, szóljanak hozzá, kérdezzenek az előadásokon, hiszen ez egy egyedülálló lehetőség, hogy nem csak a magyar kardiológia, de a nemzetközi kardiológiának kiemelt alakjai is előadnak itt, megjelennek itt, lehet velük találkozni, lehet eszmét cserélni, és ahogy szoktam mondani, miközben megköszönöm minden tagtársunknak a támogatását, tovább kell haladnunk előre a nemzetközi esedés útján, hogy minél közelebb kerüljünk Európa szívéhez.